Feszült figyelem kíséri a csíkos biliárdgolyó pörgését. Az egy lökéssel leghosszabb ideig mozgásban tartott biliárdgolyó első Guinness rekordját 2021 előtt állították fel, akkor 27 másodperccel. Azóta ezt többen is megjavították. Az eddigi legjobb eredményt 2021-ben egy híres francia biliárdjátékos érte el, valamivel több, mint 42 másodperccel. Most ezt a csúcsot döntötte meg januárban a nyíregyházi Kővári Bence. Nagyon sokszor, amikor a barátaimmal játszunk, akkor nem a teljesítményért játszunk. Azért játszunk, hogy jól érezzük magunkat. Sokkal többet jelent számunkra néha egy-egy szép lökés, mint egy eredményes lökés. És egy-egy ilyen próbálkozás alkalmával, azt hiszem még decemberben történt meg az, hogy sikerült nagyon hosszú ideig megpörgetni a biliárdgolyót, és kiderült, hogy ebből még világrekord is van. Amitől én nagyon kevés idővel, 2 másodperccel maradtam el. Utána néztünk jobban, és kiderült, hogy mennyi ennek a világcsúcsa, 42,2 másodperc, tehát az új célom ez lett, hogy e fölé menjek. Nekem a nagy álmom egyébként az volt, hogy a 45 másodperces szintidőt elérjem. Ez egyébként többször sikerült is, de a 47,13-ról arról nem is álmodtam. A Guinness rekordhoz kitartás és sok gyakorlás kellett. A nyíregyházi fiatalember napi szinten legalább 1 órát lökte a golyókat a teremben, hogy ráérezzen a tökéletes technikára. Sokszor a külső szem segített neki megtalálni, hol a hiba, min kell javítani. Amiben tudtam segíteni neki az az, hogy itt voltam, és beszélgettünk arról, hogy mit, hogy kéne csinálni, mi az a találati pont, illetve hogy mi az, amiben még fejlődni kell egy kicsit, hogy sikerüljön a Guinness rekord felállítása. A Guinness Világrekord Szövetséghez naponta több ezer rekordkísérlet érkezik be, így lassú ezeknek a feldolgozása. Bár a rekordot már január 12-én megdöntötte Bence, a hitelesítéshez szükséges közel 25 oldalnyi dokumentumot is el kellett készíteni, ezek bírálata pedig több hetet vett igénybe.